tüskésbőrűek családjába tartozó tengeri csillagok a tengeri élővilág legszebb állatai közé tartoznak. Az Adriai-tengerben, ha nem is túl gyakoriak, de a part közelben is sokfelé láthatóak. Színük változatosabb, mint alakjuk. A legszebbek a narancs és vörös színű tengeri csillagok, amelyek a part közeli részeken 15-20 cm nagyságú példányokban találhatók. Csillag alakú testükből 5 karág azik ki. Sok szívó lábacskával és a rajtuk lévő tapadó korongok segítségével kapaszkodnak a kövekhez, de haladni is képesek. Különös módon táplálkoznak. Gyomrukat ráborítják a csigákra, kagylókra, és így emésztik meg azokat. Különös képességük még, hogy egyetlen leszakadt karból is képesek teljes alakú tengeri csillaggá regenerálódni. A tengeri csillagok 500 fajta családjának egyik képviselője a zöld és világos-barna színű osztriga farkas. Amint neve is jelzi, többnyire az osztriga kagylókat fogyasztja a parti zónákban, de nem veti meg az elpusztult kis halakat sem. A tengeri csillagok az emberre nem jelentenek veszélyt, viszont szuvenírként történő gyűjtögetésük egyre csökkentik a számukat.